15 táborban vehetnek részt a nyáron a refi diákjai. A részletekről Földváriné Simon Ilona igazgatóval beszélgettünk. Mint kiderült, már ősszel elkezdték a táborok szervezését, mert bíztak abban, hogy nyára rendeződik a helyzet. 15 tábort sikerült megszervezni a kollégáknak. Szeretném is nekik ezt a szervező munkát megköszönni. És mondhatnám, hogy a szélrózsa minden irányába mennek a gyerekek. Elkészítettük a szülők számára a Táboroz velünk ökosan című videót. Ezt feltettük az iskola Facebook oldalára, és ott mindenki átlapozhatja, mindenki végignézheti. A szélrózsa minden irányába mennek a gyerekek. A szülők a Táboroz velünk okosan című videóból tájékozódhattak. Vannak helyi táborok, a magvető tábor az egyik helyi tábor, aztán van egy hetes táborunk, a vakációs Biblia hét, a robotika tábor, a népzenei és néptánc tábor, ezek a helyi táborok. Aztán pályázatokon nyertünk táborozási lehetőséget. A harmadik évfolyam az örökségünk tábor keretén belül Berekfürdőn fog eltölteni egy hetet a Megbékélés házában, illetve Hortobágy és a környék Tiszató. A negyedik évfolyamos tanulók Berekdarócra mennek, szintén ingyenes táborozási lehetőség. Hasonlóképpen az 5. A, illetve az 5. B osztály és a 6. A, ők is Berekdarócra mennek, csak az időpont természetesen más. Ez is egy ingyenes tábor. A diák önkormányzat megszervezte és megnyerte az ottalvós Erzsébet tábort. Zánkára fognak menni július közepén a gyerekek, pontosan 30 fő. És ne hagyjuk ki, ne hagyjam ki a nagyon népszerű Bringa Balaton táborunkat a testnevelőnk orosz tanár úr szervezésében és vezetésével. A jövő héten hétfőn indul a csapat. A táborok részben ingyenesek, a pályázati forrásoknak köszönhetően. Részben ingyenes. Igen, pályázati forrásnak köszönhető. A Tiszántúli Református Egyházkerület pályázott az örökségünk táborokra, és tulajdonképpen már az elmúlt évben is, illetve ebben az évben is mi pályáztunk az egyházkerületnél, és 3 pályázatot nyertünk meg. Ezek a pályázatok ingyenesek, valamint az előbb elfelejtettem mondani, hogy 3 napközis Erzsébet tábort is pályáztak a kollégák. 6 osztály vesz részt 3 héten keresztül ebben a napközis Erzsébet táborban. Ez a tábor is ingyenes. Például a Varró 4-ben ott mind a 6 osztály az Erzsébet napközis táborban, illetve a Calvin 5-ös épületben, említettem, a 3., a 4. évfolyam megy, a Calvin 2-ben az 5., 6. évfolyam, és a zánkai ottalvós Erzsébet táborba pedig a nagyobbak mennek, és nem említettem, jó, hogy eszembe jutott, a konfirmandus tábort a 7. évfolyam tanulói közül vesznek részt 42-en, 43-an, mindig változik, hál' Istennek a létszám, inkább felfele. Úgyhogy még a konfirmandus tábor is ott van. A pedagógusok is a jól megérdemelt nyári szabadságukon pihennek, feltöltődnek, és sok élménnyel jönnek ők is vissza, nem csak a gyerekek az új tanévre.